Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a kis rövid elmékedés elején. Az elmékedésemet, vagy a lelki gondolataimat annak szánnám, hogy ebben a hónapban volt két nap, a Mindenszentek napja és a Halottak napja. Magát a napokat nem akarom nagyon részletezni, hiszen sokan tudják, hogy Mindenszentek, azokra a szentekre gondolunk, akikről az egyház ünnepélyesen liturgiában nem emlékezik meg, de ezek közé tartoznak a mi szeretteink is, és akikről hisszük, hogy eljutottak a boldog örök életre, mennyországba. Halottak napja pedig, a temetők árulkodnak még ma is, tele van virággal, igaz, már elhervadtak, de az a szeretetnek a jelei, tehát az elmúlás. És nyilván szeretném, azért is ezt a témát választottam, mert olyan sok tévtanítás kering ma Mindenszentek napjához kapcsolódóan is, Halottak napjához is kapcsolódva is, és nagyon fájdalmas nekem lelkileg, hogy átveszünk pogány szokásokat, azok is, akik azt mondják, ők nem hívők, de babonának hisznek, és ilyen ez a Mindenszentek napja előestjén is, a Halloween, mondom, nem részletezem, mert mindenki tudja, de ez egy pogány szokás, átvesszük, és a kelták ebből a ritusból, pogány ritusból oda jutottak, hogy mindig 31-én, október 31-én, Mindenszentek éjszakáján gyerekáldozatot is mutattak be. Átvesszük, mint ártatlan népszokást, és közben belekerülünk a babonának a vonzásába, és a kereszténység által föltárt titkokat pedig azt mondjuk, hogy nem kell, nem fogadom el. Mindenszentek, mondom, a szentekre gondolunk, a szeretteinkre is, akik már elmentek a földi életből, és Halottak napján pedig nyilván a tiszteletünket, szeretetünket fejezzük ki a temető látogatással. Amilyen irányba el szeretnénk menni ebben az elmékedésben, mégpedig a feltámadás felé. Szent Pál apostolnak volt az életében két olyan helyzet, amikor így mondanám a sport nyelvén, hogy kifütyülték Pált. Miért? Mert Festus előtt, akit meglátogatott a barátja Agrippa, elmondja, hogy ő hogy találkozott a föltámadt Jézussal a damaszkuszi úton, és amikor mondja, hogy Jézus, ezzel Jézust én találkoztam vele, és föltámadt, erre azt mondta Festus, hogy Pál, elment az eszed. Tehát így közelítette, mint egy pogány, helytartó, ennyit értett a Pál megtéréséből, és aki oda is adta az életét Jézusért. Másik helyzet az Athénban volt, a kulturális központ volt akkor még, igaz, már a római birodalom uralkodott, de még a görög művészet meg kultúra az erősen hatott a római birodalomra, ott pedig a főtéren, Athén főterén ugyanúgy beszél a föltámadt Jézusról, és ott az Areopáguson, ahol ott voltak a napjukat, ott ütötték el az okoskodók, a filozófusok, ennyit mondtak Pálnak, amikor föltámadt Jézusról beszélt, Pál, erről még majd máskor is meghallgatunk. És mégis azt mondjuk mi keresztények, hogy az életünk, hitünk középpontjában a föltámadt Jézus áll. És ehhez szeretnék egy szentírási részt felolvasni, mégpedig Jézus búcsú beszédéből így hangzik ez a kis rész. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem és elkészítettem a helyet, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat, oda, ahová megyek. Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk hová megy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus így szólt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat az atyához, csak én általam. Testvérek, ezek olyan mély gondolatok Jézus részéről. Egyrészt elmondja világosan, ez a búcsú beszéde, tehát a halál előtt van. És a tanítványok, Tamás ráérez, hogy itt valami különleges dolgot mond Jézus. Mégpedig elmondja újra, amit három év alatt sokszor elmondott, hogy őt az Atya küldte a mennyből, és azért, hogy kinyilatkoztassa az Isten üzenetét. Ebben van a remény, a szeretet, az örök élet, halál utáni élet. Ez olyan világosan elmondta Jézus három éven, és a halottak föltámasztásával megmutatta az Isten erejét.
Most pedig majd neki kell szembenézni ezzel az elmúlással Jézusnak, és elmondja, hogy honnan jöttem, és visszamegyek, hogy nektek helyet készítsek. De újra eljövök, értetek. Testvérek, ebben olyan örömüzenet van, ez csak Isten tud ilyet mondani, földi halandó nem, hogy majd visszajövök hozzátok, fiam. És Jézus mit akart ezzel? Nem a Tamás feleletére válaszolt igazán, hanem egy új kinyilatkoztatás, hogy visszajövök, értetek. Tehát azt jelenti, hogy amikor mi is elérkezünk, hogy ebből a földi életből el kell menni, ha egész életünkben keressük ezzel a föltámadt Jézussal a kapcsolatunkat, akkor reményünk megerősödik. Nem csak az elmúlást, a földi elmúlást látjuk, hanem túllátunk rajta. De csak akkor kapható meg, ahogy Jézus is válaszolt Tamásnak, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus nem útjelző, mint a keresztben van a táblák, hogy állj, stopp, stb. Jézus maga az út. Ha őt elfogadom, akkor meggyőzi az Isten, az ő jelenléte, hogy ez az út vezet a reménybe, az örök boldogságba. Én vagyok az igazság. Látjuk, hogy a történelemben mennyiszer becsaptak bennünket. A jelen politikában hányszor hazudnak és becsapnak bennünket. Jézus igazságát még senki se tudta megcáfolni. És itt a harmadik, hogy az élet. Na, ez minden emberi szíve ott van, hogy élni szeretnék. Nyilván nem ebben a betegségben is, a kínjainkkal, a szenvedéseinkkel, és Jézus nem is ezt mondta az örök életre. Ott az örök életben az Istenvel találkozás, a betegség nincs. Nyilván hit kell hozzá, egy élő kapcsolat Jézussal, és a Jézusi úton megyek, a Jézusi igazságot komolyan veszem, a tanítást, a parancsokat, a szeretet parancsát főleg, akkor ez az élet is, ennek a reménye is bennünk van a szívünkbe, és akkor bátran állunk oda, lehet, hogy világ mosolyog rajtunk, de akkor mi sose fogunk követni egy halvi, meg mindenféle szektás dolgokat, akik el akarják hitetni velünk, ami nem is létezik. Jézus elhitette az életével, a föltámadásával, hogy valóban ő reményt ad, és az örök életbe viszel bennünket, ha meghalljuk az ő üzenetét, a jeleit, mert a jelekből tudunk olvasni, mert Jézus végig megmutatta a föld életében, hogy ő az örök életre akar előkészíteni bennünket. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!